Sziasztok! Arra gondoltunk, hogy ma egy kérdezfelelek videót csinálunk nektek. Itt van velem Pici, és igazából csak annyit fog csinálni, hogy aranyos lesz, tulajdonképpen ennyi. A Facebook oldalra írtatok nekem kérdéseket, és most ezeket fogom nektek megválaszolni. Az első kérdés, hogy mi a kedvenc nyári élményem, és el kell, hogy meséljem. Nos, kedves Briggi, a kedvenc nyári élményem. Voltunk szigeten a Laurával, az egy nagyon jó élmény volt, és volt egy búcsú bulia a Laurának, és ott egy csomó-csomó YouTube-os ott volt, és nekem az is nagyon tetszett, és jól éreztem magam, úgyhogy én ezt a kettőt mondanám kedvenc nyári élménynek. Második kérdés az az, hogy van-e barátom, és ha igen, akkor csinálok-e vele videót? Nincsen, és ebből kifolyólag nem fogok videót csinálni vele, mivel nincs. Brigitől jött egy hosszabb kérdés, ha lehetne választani, milyen szupererőt választanék? Repülés, teleportálás, vagy szuperalvás? Igazából repülni szívesen repülnék, bár tériszonyos vagyok, úgyhogy ez talán ezért nem. A teleportálás az nagyon tetszene, szeretek így utazgatni, úgyhogy szerintem ez lenne. És hát a szuperalvás az már megy. És nem tudom kimondani. Szóval a szuperalvás az megy. Igaz? Neked is megy. A következő kérdés, hogy szeretem-e az állatokat? Igen, szeretem. Ha te dönthetnél arról, hogy hány feliratkozód legyen most, ebben a pillanatban mennyi lenne? Nos, nekem ebben a YouTube-ozásos dologban sosem a feliratkozó szám számított. Én azt szeretem, hogyha feltöltök egy videót, akkor láthatom rá, hogy hogyan reagáltok, és hogy hogy tetszik nektek. És ez, hogy tudok veletek egy bizonyos módon beszélgetni, meg ilyesmi, én ezt szeretem a legjobban a videózásban, úgyhogy nekem nem a feliratkozó szám számít. Leneverd a lámpát! Leneverd! Vivien kérdezte, hogy hiányzik-e nekem Laura, és miért kezdtem el videózni. Nos, miért kezdtem el videózni? Az egyik oka az az, hogy unatkoztam igazából, a másik egy ilyen családi ok, de abba úgy nem nagyon szeretnék belemenni, és hogy hiányzik-e a Laura? Hát igen, 4-én ment el, de már hiányzik, szóval igen, már nagyon hiányzik. Pici lement. Gyere vissza, cica! Nos, Pici úgy döntött, hogy itt hagy minket. Rengeteg kérdést írtatok, úgyhogy nem tudok mindent megválaszolni, de hogyha találok valami érdekesebb kérdést, akkor arra próbálok válaszolni. Kamillától jött egy olyan kérdés, hogy meg vagyok-e elégedve önmagammal? Nem vagyok. És igazából szeretném, hogy meg legyek elégedve önmagammal, de még nem vagyok, tehát dolgozok rajta. Hogyan reagáltál, mikor megtudtad, hogy Laura cserediák lesz? Nos, ez valahogy tavaly november körül volt talán? Nem nagyon emlékszem rá, mert szó volt róla, hogy így kimegy cserediekként, de igazából nem gondoltunk bele ebbe a dologba, hogy most akkor tényleg el fog menni. Szóval szerintem nem volt rá így különösebb reakcióm. Marci, megkedvelted már végre a zöldet? Azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Egy bizonyos mértékig igen. Most is rendeltem egy ilyen zöld jacket magamnak, úgyhogy haladok a zölddel, és egyre jobban kedvelem. Szerinted létezik fiú-lány barátság? Szerintem létezik, nekem is vannak fiú barátaim, úgyhogy szerintem abszolút létezik. Használsz a szobádban illatgyertyákat? És igen, használok, most éppen nem illatgyertya van, hanem ez a Butlers-ös illatosító cucc, amiben bele kell tenni ilyen hurkapálcákat, de egyébként van itthon ilyen karácsony illatú és vaníliás illatú gyertyám is. Meddig fogsz videózni? Most addig fogok videózni, amíg szeretnétek, hogy videózzak, és ameddig van kedvem videózni. Nem terveztem a közeljövőben abba hagyni, úgyhogy ez még nem most lesz. Mi a kedvenc italod, ételed? Kedvenc italom legtöbbször vizet iszok, szóval különösebben itt a kedvencem nincsen. Ételből pedig a pizza, de minden mennyiségben. Arra jöttem rá, hogy a pizzát azt nehezen lehet elrontani, el lehet, de nehezen lehet elrontani, és az általában mindenhol finom. Ha éppen most nem videóznál, akkor mit csinálnál? Hogyha most éppen nem videóznék, akkor valószínűleg kint lennék a kertben apuval, és az autót porszívóznánk. Mert hogy ő most azt csinálja, és valószínűleg én is ott lennék. Ha választhatnál magadnak nevet, mit választanál? Nem tudom, én el vagyok a Gabriellával, egy kicsit hosszú, de úgy meg vagyok vele. Mikor születtem? 1999. március 23-án születtem. Szeretnéd majd festeni a hajad? Nem terveztem, én úgy fogom fel ezt a hajfestés dolgot, hogy még egy plusz macera, amit csinálni kell. Eredetileg is van egy színe a hajamnak, amivel úgy meg vagyok elégedve, szóval nem gondoltam rá, hogy befestessem. Noémi kérdezte, hogy mióta vagyok szemüveges.
Hát Noémi, körülbelül 5 éve van szemüvegem. Előtte is rossz volt a szemem, de annyira nem tűnt föl. Szóval 5 éve hordok szemüveget. Milyen sorozatokat nézek? Jelenleg a Vámpírnaplókat és a Pretty Little Liars-t nézem, és mind a kettőt imádom. A Gossip Girl-t másodjára most végignéztem, és megint befejeződött, majd jövőre talán újra kezdem megint, nem tudom. Jelenleg ezt a két sorozatot nézem. Van testvéred? Nincsen testvérem. Ennyi. Pont. Nincs testvérem. Vágatnál fufrut? Hát nem is tudom, egy olyan 4 éve talán volt fufrum, így ilyen volt, és nem állt jól. Szóval nem. Vivinek több kérdése is volt. Az első, hogy tartom-e Laurával a kapcsolatot? Persze, hogy tartom. Anyukám ismeri-e Laurát? Igen, ismeri. Lesz-e nyereményjáték? Valamikor, gondolom lesz, az még nem most lesz. Nem szeretnéd megváltoztatni a neved? Hogyha a YouTube-os felhasználó nevemre gondolsz, akkor igenis, meg nem is. Azért igen, mert hát ez a Gabi frizurai dolog, ez annyira nem az én világom már szerintem. Szóval ezt szívesen megváltoztatnám, de most már ti is így ismertek engem, szóval ezt nem változtatom meg. És a saját nevemmel pedig meg vagyok úgy elégedve, úgyhogy azt sem változtatnám meg. Volt már olyan érzésed, hogy abba akarod hagyni a videózást? Őszintén szóval volt, egyszer volt egy ilyen nagyon mély pontom, amikor rengeteg utálkozó komment jött, és nagyon sokan így bántottak így a videózás közben és miatt, úgyhogy akkor volt egy ilyen mély pontom, hogy én abba hagyom. Akkor is nagyon szerettem csinálni, csak a körülöttem lévő emberek piszkáltak miatta, és rengeteg olyan komment is jött, amitől utána szomorú voltam, és nem volt értelme csinálni így a videókat, de hát aztán rájöttem, hogy ezek csak azok az emberek, akik pont ezt akarják elérni, úgyhogy ezen így túltettem magam, és most itt vagyok veletek. Milyen élményem volt a Balatonon? Hát, hogyha erre a nyárra gondolunk, akkor Laurával és Anitával voltam lent a Balatonon, és videókat csináltunk. Mit tanulsz? Egyszerű nyelvi tagozaton vagyok, ami angolt és németet takar. Kérsz Oreót? Kérek Oreót. Hány éves vagy? Szeretsz videózni, és nagyon szeretem a videóid, és téged is, nagyon ügyes vagy. Köszönöm szépen, Daniella! És a kérdéseid azok voltak, hány éves vagy? 16 éves vagyok, és márciusban leszek 17. Szeretek-e videózni? Imádok videózni. Amikor leülök és videózhatok, az egy tök jó érzés, úgyhogy igen, imádok videózni. Van-e saját lovam? Nincsen, egyáltalán nincsen lovam, soha nem is volt. Evelynnek 15 kérdése volt. Az egyik, hogy kiben bízok meg a legjobban, és miért. Nos, hát erre több válaszom is van. Először is ugye apukámban, anyukámban is nagyon, vele egy nagyon ilyen testvéri kapcsolatunk van már. Tényleg mindent meg szoktunk beszélni, és benne is nagyon megbízok. Hogyha barátokra gondolsz, akkor Laurában egyértelműen, 110%-osan, és Bencét nem ismeritek, ő egy nagyon jó barátom, Ausztráliában lakik, úgyhogy kicsit messze van, de benne is teljesen megbízok, és nagyon-nagyon imádom, úgyhogy ők lennének azok. Milyen telefonom van? Hát most nem látszik, de iPhone 5-ön van. Milyen színűre festetném be a hajamat, ami extrém? Rózsaszínre? Mondjuk? Amúgy nem, de rózsaszín. Mi a kedvenc színem? A kék és a fekete, és igazából a lilát is nagyon szeretem. Melyik a kedvenc ruhamárkám? H&M-be szoktam a legtöbbet vásárolni, úgyhogy mondjuk a H&M-et. Mit kérek karácsonyra? Semmit. Nem szoktam így külön dolgokat kérni karácsonyra, úgyhogy semmit. Nyár vagy tél, és miért? Eddig egyértelműen azt mondtam volna, hogy nyár. Most nem mondom azt, hogy egyértelműen tél, de inkább a kettő között, tehát ez az ősz és tavasz, ugyanis a nyarat én végig szenvedtem. Annyira meleg volt, és télen meg annyira hideg van, szóval inkább a tavasz és az ősz. Melyik a kedvenc torta ízem? Csoki, minden mennyiségben csoki. És amúgy a fekete erdőt is nagyon szeretem. Kiskorodban mi szerettél volna lenni? Kiskoromban én lovasoktató akartam lenni. Dóra is több kérdést írt nekem. Az első, hogy van-e több legjobb barátnőm? Nincsen, Laura az egyetlen legjobb barátnőm. Hány telefontokon van? 5 talán? Annyira nem vagyok telefontógyűjtő. Mi a kedvenc rajzfilmem? Hogyha komplett filmről van szó, akkor a Nemo, én azt nagyon szeretem. Mi a kedvenc fagyi ízed? Hogyha egy új fagyizóba megyünk, akkor én mindig az epret kóstolom meg, mert
valamiért, nem tudom egyébként, mert... Amikor elkezdtél videózni, mi vett rá, hogy feltedd a videóidat? Úristen, amikor ezekről kérdeztek, hogy amikor elkezdtem videózni, akkor így mi volt benne? Fogalmam nincs. Mi vett rá arra, hogy én ezeket feltegyem? Nem tudom. Szóval, passz. Fogalmam nincs. Mi lett volna a neved, ha fiú lettél volna? Elvileg Gergő lettem volna. Volt kedvenc plüss állatod? Ha. Van kedvenc plüss állatom. Egyébként gáz vagy nem, nem tudom. Még mindig szeretem a plüssöket. Illetve hát három szokott így az ágyamon lenni. Nagyon szeretem őket. Cornélia kérdezte, hogy hány centi vagyok? 172 körül, kb. És az utolsó kérdés az pedig az, hogy lesz-e majd más YouTube gurukkal is videó? Hogyha szeretnétek, és hogyha meg tudom velük beszélni, hogy te Lici, akarsz valami videót csinálni, akkor... akkor lesz. Erről jutott eszembe, hogy ha valakivel szeretnétek, hogy legyen közös videóm, akkor írjátok le kommentbe, hogy kit szeretnétek, és akkor ezzel az illetővel megpróbálom megbeszélni, hogy legyen közös videónk. Úgyhogy igen, várom a neveket a kommentek részhez. Nos, ezek lettek volna a kérdések, minél többet megpróbáltam felolvasni, így ez egy hosszú videó is lett, de remélem azért élvezhető volt és tetszett nektek. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és hogyha van kedvetek, akkor írjatok kommentet is. Az Instagram, Facebook és hasonló Askefem például címeimet megtaláljátok az infoboxban, és hát találkozunk legközelebb is. Sziasztok!